Sziasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. A mai napon ismét egy alkalmazást fogunk A mai napon egy telefont fogunk tesztelni, amelyet egy barátomtól, egy nagyon jó barátomtól kaptam, és persze örömmel fogjátok, ezt most fogadjátok tőlünk. Sziasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. A mai napon egy igazi unboxing videót fogtok látni, hiszen egy olyan terméket mutatunk be, amiről mi fogjuk elsőként leszedni még a fóliát is. Ez a termék nem más, mint a Mi A2 Lite telefonja, amely ugyan már durván fél éves, de én azt gondolom, hogy még mindig igen népszerű, mind Magyarországon, mind pedig más országokban az eladások alapján. Nézzük is a kicsomagolást. És megpróbáljuk óvatos mozdulattal fölnyitni. Természetesen a... Mi ez a jótállást, ezt nem mutatjuk be, ugye biztonsági okokból. De azt ki is tudjuk mondjuk montírozni. Tehát levesszük a fóliát a készülékről. Maga a doboz az tulajdonképpen megegyezik a Mi A2-nek a dobozával, tehát túl sok különbséget nem látunk. Nyilván a Xiaomi nem akart plusz munkát fektetni a photoshopolásba, ezért ugyanazt a készüléket rakta. Ha lemeljük a doboznak a fedelét, mutatom ebbe a kamerába is, akkor minden igaz, a telefon fog minket egyből fogadni. Ez így is van, a telefon van ebben a dobozban, ezt így ki is emeljük. Egy szép arany hátlapú telefonról van szó, mindjárt leszedjük róla a fóliát, megnézzük, hogy mi van még a doboz további részében, a doboznak a legmélyén. Hát egy egyszerű ilyen kis kartonba. Valami rejlik, hiszen eléggé nehézkes, illetve valami ellenállást tapasztalok. Ha kinyitjuk, akkor természetesen van benne, találunk egy leírást, méghozzá benne van angolul. Nagyon jó, sőt, talán csak angolul. Így van, tehát ez ebből is látszik, tehát mondjuk ez rá is van írva, igen, én buta, hogy ez a global version, tehát ez már az internacionális verzió. Találunk egy ilyen kis védő tokot, ami egy tök egyszerű ilyen szilikon tok, úgyhogy nyilván ne számítsunk sokra. Arra persze tökéletes lesz, hogy megvédje a telefon hátoldalát a karcolódásoktól. Viszont tapasztalataim szerint más készülékeken volt már ilyen tokom. Ez mondjuk az elszíneződésre eléggé hajlamos, úgyhogy idő után, eléggé rövid idő után hát ilyen sárgás szint fog fölvenni, úgyhogy azért ezzel tervezzünk hosszú távra. És a doboznak a további tartalma igazából egy 10 wattos gyári töltő, ami gyors töltésre is képes lesz, a Qualcomm Quick Charge 3.0, 0-t támogatja, illetve, ami egy nagyon sajnálatos dolog talán a napjainkban, illetve hát figyelembe véve azt, hogy fél éves telefon, de talán már fél évvel ezelőtt is jócskán azt a korszakot írtuk vagy éltük, amikor már a Type-C is csatlakozókat használták a telefonok, illetve töltőket, ezen sajnos egy micro USB kábel van, de annyi baj legyen, és még alatta van egy SIM-tű, amivel ki tudjuk majd szedni a SIM tálcát, amiben, ezt így előjáróban el is árulhatom, 2 darab nano SIM fér, és nem kell lemondanunk ez esetben a micro SD kártyának a bővítéséről, hogyha 2 SIM-et használunk, ugyanis a harmadik helyen találhatjuk a micro SD-nek a helyét, tehát a harmadik helyre ezt tudjuk majd behelyezni. No, akkor... Most úgyis jön egy vágás. Tehát maga a készülék így fogása, én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan telefont csinálniuk, ugye én eléggé gyakran, illetve megszoktam már a kis Samsung Galaxy S9-emet, előtte S7-es volt, körülbelül hasonló mérettel rendelkezik, illetve nyilván egy picivel maga a Samsung nagyobb, de érzésre azt mondhatom, hogy egy magamfajta viszonylag kisebb vagy átlagos kézzel rendelkező embernek a kezébe ez teljesen jól beleillik, nincsen érzése az embernek, hogy nagyon tornázni kell ahhoz, hogy elérjük a képernyőnek a tetejét. Maga a kijelző az 5,84 incses Full HD kijelző, IPS LCD panel, és 19:9 arányú képaránya van. Talán ugye, ami kiemelendő a szép arany háttér mellett, hogy ezekben a készülékekben, az A2 Lite-ban
4000 mAh-órás akkumulátor került, ami hát meglátjuk, hogy hogyan fogja bírni majd a tesztek során. Én azt satszolom, hogy egy átlagos felhasználást nézünk, tehát ezért nem ezen lógunk egész nap, nem nyomjuk a Facebookot, kamerát, stb. Akkor akár még egy kétnapos üzemidő lazán kihozható belőle, de ezt majd meglátjuk egy következő videóban, amikor már nyilván tapasztalatokról is be tudunk számolni. Nos, hát vegyük is akkor le a fóliát. Nem tudom, honnan lehet megkezdeni. Hátulról, nem? Jó. Először is levesszük a hátsó fóliát. Ezt megpróbálom úgy. Így. És látjuk is, a hátoldalára rá van írva az Android One logó, ami nem más jelent, mint hogy ez a készülék, ez nem a Xiaomi-nak a MIUI rendszerét kapta meg, mondhatjuk, hogy hál' Istennek, hiszen ez egy gyári Android, aminek több előnye is van. Egyrészt ez nem kell egy erős hardware, mivel ebben egy Snapdragon 625-ös chip duruzsol, ami mondható, hogy azért napjainkban már nem számít egy túl erősnek, illetve nem számítana, hanem egy gyári Android futna rajta, hiszen ennek nincs olyan erőforrás igénye, mint mondjuk különböző gyártóknak már a custom ROM-jai, tehát akár a Samsungnak, most már ugye a One UI felülete, vagy akár a MIUI vagy EMUI a Huawei-nél. Tehát én azt várom ettől a készülőktől majd a tesztek során, hogy egy ilyen gyári Android ugyanolyan zökkenőmentesen fog rajta futni, mint hogyha mondjuk egy Samsungot fognánk a kezünkbe, egy prémium kategóriás telefon, hiszen abban ugyan erősebb a processzor, viszont energiaigényesebb, illetve rendszerigényesebb is az operációs rendszer. Tehát az Android One-nak egyik előnye ez, a másik pedig az, hogy minden Android frissítést azonnal meg fog kapni a telefon, illetve nagyon rövid időn belül, még más telefonoknál ugye, ahol nem maga a gyári Android megy a telefonkészüléken, ott ugye nem érkezik meg azonnal. Itt a Google vállalja azt, hogy minimum 2 évig, de lehet, hogy akár még egy harmadik évben is a legfrissebb Android operációs rendszert megkapja, illetve a biztonsági frissítéseket hónapról hónapra, tehát biztonságosnak mondhatjuk majd a készüléket. És ez a készülék még 81-es Androiddal érkezett, és valószínűleg amint bekapcsoljuk, és fölcsatlakozunk majd a wireless hálózatunkra, szerintem egyből meg is fogja találni a 9-es Android frissítést. Ezt is meglátjuk majd még ebben a videóban egy gyors setup formájában. Levesszük akkor az erőlapi fóliát is, és bekapcsoljuk a készüléket. Csak, hát igen, csak hogy akkor... Aha. Ezt a hangot imádom. Maga a készülék előről mutatom ebbe a kamerába is a kedves nézőknek. Készülék előről nagyon jól néz ki talán, ez mondjuk nyilván személyes vélemény. Egy dologgal rondították el a vastagságán kívül, de hát mondjuk a 4000 mAh-órás akkumulátort azt valahol el kellett tenni. Egy dologgal rontották el, sajnos ennek is van egy úgynevezett notch-a, tehát szenzor szigete, de majd amikor bekapcsoljuk, látni fogjuk, hogy talán nem olyan vészes, nem olyan nagy, úgyhogy még valamennyire ez elviselhető, úgyhogy megszokás kérdése, hogy az emberek ezt hogyan fogják tudni használni. Tehát a készüléknek a tetején, ami még egy plusz pont, a Xiaomi meghagyta a 3,5 mm-es jacket, tehát még akár apáink, nagyszüleink is tudják ezt használni, ugye ők még, ha nem nagyon ismerik a vezeték nélküli technológiát, akkor még be tudják dugni a régi Walkmanükből a fülest. A készülék tetején még van egy infraport, ami szintén hasznos lehet, bár amikor nekem legutoljára ilyen telefonom volt, akkor sem nagyon használtam sem tévé, sem egyéb más készülék irányítására. Lehet, hogy van, aki még manapság ezt használja. Egy zajszűrő mikrofon lent a készüléknek az alján, ahogy mondtam, sajnálatos módon egy micro USB port található, és egy darab hangszóró, ennek is majd meglátjuk, hogy milyen hangzása van. Az információk szerint az árához képest nem egy rossz hangszóróval érkezik, ezt majd meglátjuk a későbbi tesztünk során, és a készülék jobb oldalán van a bekapcsoló, illetve a hangerőszabályzógomb, a másik oldalon pedig a SIM tárca, illetve, és ezt most meg is tudjuk nézni, úgyhogy gyorsan kibányásszuk a szímetűt. Közi Xiaomi, hogy ilyen mélyre raktad be. Kicsi kínai kezek befértek oda, az enyém meg nem fér be. Jó, most meg be is csúszott valahova. Nem, nem. Itt van. Szóval megnézzük, hogy valóban igazak-e a hírek. Hát nyilván, ha nem lenne igaz, akkor az igen nagy probléma lenne. Tehát kivesszük a
a szimtálcát, óvatosan. És valóban igazuk volt, illetve helyes volt a leírás, ez valóban két nanoszim, illetve egy micro SD kártyának a foglalatát takarja, és ahogy láthatjuk, a külső rész körül, tehát ami a külvilághoz közelebb van, nem kapunk semmilyen gumírozott részt, ami azt jelenti, hogy vízállósági tanúsítvánnyal nem rendelkezik ez a készülék, tehát lehetőleg ne lubickoljunk vele sehol sem, mert az nem fog neki jót tenni. És akkor most kapcsoljuk be a készüléket. Megnézzük, hogy milyen gyors is az első boot ideje, hogy általában a telefonoknál az egy probléma szokott lenni, hogy, vagyis hát nem probléma, az egy velejáró tulajdonság, hogy főleg az első bekapcsoláskor, egy gyári visszaállításkor igen sokáig tölt a rendszer. Most megnézzük azt, hogy az Android One mennyi idő alatt fog betölteni. Itt már futnak a csíkok ezerre. Persze a mi logó is nyilván megjelenik, és mondhatni, hogy ez szerintem egészen gyors volt és egészen smoothnak tűnt, tehát nem voltak benne már a nyitóképernyőn sem lagok, ami azért eléggé sok telefonra ról elmondható. És akkor nézzük is, ugye angolul láthatjuk a nyitóképernyőt, hát csak gyorsan most angolul beállítjuk a gyors setupot és megnézzük, hogy milyen kamerával rendelkezik, és ezt követően egy következő videóban majd részletesebb tesztet fogtok arról látni, hogy milyen is vele játszani. Az Antutu tesztet, illetve egyéb más paramétereiről, használat során kiderült bugokról, esetleges plusz feature-ökről fogunk majd beszámolni. Ugye két sávos Wi-Fi-el rendelkezik, két csatornás wireless egységgel, ami azt jelenti, hogy 2,4, illetve 5 GHz-es hálózatokra is van, úgyhogy most megpróbáljuk az 5 GHz-es hálózatunkat. Igen, rácsatlakoztunk, és most a telefon ellenőrzi is az update-eket, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy meg fogja találni a Pi rendszernek az update-jét. Jó, 1, 2, 3, 4 lesz a PIN kód, ilyet ne adjunk meg. 1, 2, 3, 4. És akkor láthatjuk, hogy ha megérintjük a szenzort, akkor milyen sebességgel fogjuk tudni beolvasni. Igyekszem minél több helyen, meg többször úgy. Nagyszerű. Mondhatjuk, hogy egész gyorsan be is állította. Nem adunk hozzá többet. Most megjegyezzük, hogy a jobb mutató ujjammal. És most már be is fejezte a setupot, tehát azt is elmondhatjuk, hogy nagyon gyorsan, amint befejeztük a különböző ilyen kezdeti beállításokat, egyből megjelenik a maga a rendszer, és ugye fölfele húzással tudunk lépkedni a menüpontok között, hát túl sok minden még nincsen benne, és látszik valóban a gyári Android felületről van szó. A kamerának a szoftvere, nyilván ugye kettő kameráról beszélünk, dual kameráról, de azért ne számítsunk olyan csúcsminőségű képekre, mint mondjuk a legújabb Huawei készülékeknél, de azt gondolom, hogy alapvetően mind videózásban, mind pedig képkészítésben, ahogy így elnézem, teljesen vállalható képeket készít, és maga a menüje is igazából egy teljesen gyári felület, tehát a már megszokott módon húzással tudjuk kiválasztani különböző funkciókat, tehát van panoráma, kézi beállítás, portré mód, ugye videóban tudunk Full HD-ban rögzíteni, ez a maximális. Hát így elsőre a kamera szoftverre sem tűnik igazából, azt mondom, hogy árérték arányban egy jó kamerának tűnik. Részletesebb tesztünkben majd erről is lesz kicsit bővebben szó. Ez volt a Xiaomi Mi A2 Lite-nak a kicsomagolása. Hamarosan jövünk magával a teszttel, most egy-két napig használni fogom. Addig is maradjatok velünk és iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok! We'll be right back.